Ma július 16-a van, délelőtt. Kellemes az idő, 20 fok körül van, kicsit süt a nap. Permetezni fogunk a dióburok légy ellen, attól függetlenül, hogy a sárgalapon találok-e, vagy nem. Ha találok, akkor védekezünk, ha nem, akkor viszont megelőző jelleggel. Na nézzük meg, hogy van-e valami. Hát én még most nem látok. Dió burok legyet, nem látok. Na menjünk tovább. Ide érve egy másik fához, látszik a dión betegség, ugye ez egy gombás betegség. Azt tudni kell, mert elmondtam, hogy az éven még nem permeteztem semmivel, semmi ellen, holott kellett volna, de nem tettem meg. Ugye ez egy kísérleti diós, ilyen szempontból nekem most próbálom minél inkább kerülni a vegyszereket. Hát meglátjuk, hogy ez a gombás fertőzés ez mennyire tud elterjedni, vagy mennyire nem. Egyébként ugye többi fán, dión nem nagyon látok semmit, úgyhogy lehet, hogy ez egy egyedi eset, mindjárt le is dobom róla. Na de nézzük, van-e dióburok legyünk. Hát nem látok. Az ott fenn, de nem. Na menjünk tovább, nézzünk meg pár lapot, aztán megkeverjük a szert. Itt a következő sárga lap is. Ugye ez, amit már én csináltam, ez jobban folyik, ráfolyik a fa törzsére is. Valószínű a meleg hatására, de ez minket ne zavarjon semmibe. Költség hatékony, egyszerű és gyors. És dióburok legyet, nem látok. Viszont ez egy érdekes fa, kicsit aszimmetrikus, ha megnézitek. Így. Arra ellóg egy nagy ág, és az a nagy helyzet, hogy ezen a nagy ágon rengeteg dió is van. Itt van 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ez már másikon van, 15, 16, 17, 18, tehát csak ezen az ágon 18 szem dió van. Egyébként a fa meg púpon van, tehát ott is, 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 hát és följebb nem is néztem. Na megnézek még egy sárga lapot, aztán nekiállunk permetezni. Ugye a permetezéssel lehetne azt mondani, hogy hát már süt a nap, meg kellett volna csinálni korábban, amikor hűvösebb volt az idő, ez így igaz. Viszont ugye ez nem egy konvencionális permetezés, tehát nem veretem telibe a fákat, tehát nem az történik, hogy a felforrósodott levelekre hirtelen mindenhol hideg pervetszer kerül, hanem majd, mint látni fogjátok, nagy cseppekben minimális permetlé kerül felvitelre. Tehát ilyen szempontból ez nem befolyásol semmit, de valóban jobb lett volna egy kicsit hűvösebb időben megcsinálni. De mint mondottam, 21 fok van. Itt se látok semmit. Na visszamegyünk, aztán megkeverjük. Na és akkor álljunk neki. Mindig annyit hozok ki, amennyit fel is használok, vagy minimálisan többet. Ez még egy tavaly előtti keverékem. Ebben még, mint látjátok, van szilárd anyag. Az idei keverésben már nincsen, de ez nem befolyásol semmit. Tehát felrázom. Aha, és van rajta egy lyuk. Tök jó. Na. Tehát felráztam, nincsen vele semmi probléma. Ugye ez egy 2 literes mérőedény, törzsoldatot készítünk. Ebbe teszek 2,5 decit. Így. Kicsit több lett, bajnak nem baj. Oké. Majd pedig ebbe belekeverem a vegyszert. Most körülbelül egy ilyen 4 litert fogok permetlébe előállítani, és ebbe kell nekem összesen 5 g mospilán teszek. Kétfajta vegyszert használok, majd a következőnél lehet, hogy megmutatom azt is. Na, mi a helyzet ezzel? Huha. Besokalt. Na, az tök jó, ha nincsen. Ja, nem olyan nagy probléma, akkor kimérem szemre, de jobban szeretem én ezt így. Aha, csak ez nem fog működni.
Mindjárt leszedjük a hátulját, kivesszük ezt a csoda elemet belőle. Oké. Jó, le van nullázva, ugye ebbe beletöltöm én magamnak a kis 5 grammomat. Mert ha a szél se fújná el annyira, na de. Öt egész egy, 3 maradhat. Fejkamerával veszem, remélem, hogy azért látszik is majd valami. Jó, ezután feltöltöm vízzel. Miután szép szűrt esővízzel felöntöttem, elkeverem. Az a lényeg, hogy szépen el legyen keverve. Ugye a mospirán az ott van. Na, elkeverjük, utána pedig ezt még egyszer megismételjük, viszont már mospirán nélkül, és akkor úgy meg lesz az arányunk. Ezt elzárjuk, nehogy közben kifoljon. Jó, teletöltöttem. Na mindegy. Szép zöld színe van, ahogy ez a barna keveredik a kék színű mospilánnal. De ez még csak az első volt, csinálok még egy ilyet, még egyszer mondom vegyszer nélkül, mert a vegyszerből benne van az 5 grammom, kizárólag csaliból. Viszont most, hogy itt közben nézegetem és várom, hogy feloldódjon a permetlé, hát találtam egy dióburok legyet. Tehát nálam is megjelent. Nagyon szépen látszik, ez az. Megint a levélnek a fonákján van. Na, nem vagyunk elkésve semmivel, viszont itt az ideje. Nézzétek meg, hogy repülnek. Hopp, nagyon gyors. Na és akkor mehet bele a második adag is. Mint látszik, szépen fel is oldódott. Mivel a permetezővel utoljára gyomirtóztam, ezért a gyomirtó fejet azt leveszem, és kicserélem ezzel az erre az állíthatóra. Ugye én azért használom ezt, mert ehhez a fajta vegyszerezéshez nem az a lényeg, hogy szépen porlasztva legyen a permet, hanem pont az a lényege, hogy nagy cseppekben kerüljön fel a fára, majd ezt követően a nagy cseppek be tudnak száradni, és ott egy koncentrált, mérgezett csalianyag keletkezik. És ugye ezt veszik fel majd a dióburok legyek. Ugye, mint azt már többször elmondtam, nagyon fontos az, hogy jól beállítjuk a szórófejet, ugyanis a nagy cseppekkel kell törekedni. Tehát nem kell telibe fújni az egész fát, hanem az a lényeg, hogy legyen fenn csali. És a csalinak pedig az a lényege, hogy egy helyen, vagy legalábbis több, kisebb helyen koncentrálva legyen. Tehát ha szépen vékonyan telibe fújod, akkor mindenhol lesz egy vékony réteg, nem lesz igazi csalogató. Viszont ha erre ilyen cseppeket teszel fel, akkor mikor azok a cseppek beszáradnak, akkor itt lesz egy koncentrált csalianyag, és természetesen abban a csalianyagban benne a méreg. Úgyhogy most felpumpálom a permetezőt, és beállítom a fejet. Így. Fejet kinyitom. Az a lényeg, hogy ilyen jó pisilős legyen. Nézzük meg. Aha, jó. Tehát most pisil. És ennyi egy fa. Megyünk tovább. És még ezt lehet egy picit pisilősebbre tenni. Hoppá, lecsavarom a fejet is. Így, mindjárt megnézzük. Ennyi. Haladósan. Kicsit fúj a szél, az nekünk annyira nem jó, de... megcsináljuk.
Ugye többször elmondtam már azt nektek, hogy próbálom a vegyszer mennyiséget leredukálni, amennyire lehet. Az éven ezért is nem permeteztem például gomba ellen. Ez az első permetezés, ahogy mondtam. Na most ilyenkor jogosan felül fel valakiben a kérdés, hogy mégis beletettem 5 g mospilánt, és ez fel fog szívódni a fába, ugyanis ez egy felszívódó rovarölő. Igen, valamennyi fel fog szívódni. Csak képzeljük el azt a szituációt, hogy a konvencionális, tehát hagyományos permetezésnél csinálsz egy 100%-os fedést a fán. Tehát, vagy 80-90, igazából ahogy sikerül. De az a lényeg, hogy egy rendkívül nagy felületen a felszívódó anyag fel tud szívódni. Míg amit én csinálok, látjátok, hogy nagyon kevés lémennyiség jut a fára, és az is igazából nagy cseppekben, nagyon kis felületen. Tehát ha én most 100%-ot akarnák mondani, akkor lehet, hogy a fáknak a 2%-a, 1%-a, 0,5%-ára kerül felszívódó rovarölőszer. Az is beszárad ebbe az anyagba, persze, biztos, hogy valamennyi felszívódik, csak egyáltalán nem mindegy, hogy egy telifát versz telibe felszívódó rovarölővel, vagy pedig, mint ahogy látjátok, ilyen rendkívül kevés anyag kerül fel a fára, és azokból a cseppekből valamennyi persze minimálisan majd fel fog szívódni. A másik dolog, amiről akartam nektek beszélni, megelőzve nagyon sok kommentet és nagyon sok bosszúságot saját magamnak is, meg a kérdezőknek is, az pedig az, hogy hol vettem az anyagot, miből készül az anyag, mennyiért adom el, stb. Tehát én egy magánember vagyok ebből a szempontból, tehát én ezzel nem kereskedek, nem is kereskedhetek. Ez nincsen bevizsgálva, ez nincsen minősítve, ez nincs engedélyezve, semmi nincsen olyan dolog, amivel ez legálisan árusítható lehet. Ugyanakkor én sem árusíthatom, mert egy magánember hogy árusíthat? Tehát nem tudok számlát adni, garanciát adni, semmit nem tudok. Tehát ebből adódóan én nem árusítom ezt a terméket. Van néhány ismerősöm, akiknél van ebből az anyagból, de teljesen baráti alapon, és nekik is kipróbálásra itt a környékben. Úgyhogy nem árusítom ezt az anyagot. Nagyon sajnálom, tudom, hogy mindenki keres valamilyen megoldást rá. Létezik egyébként egy gyári megoldás, ami egy hasonló anyag. Nem mondom azt, hogy ugyanez, mert természetesen én nem vagyok egy laboratórium, aki be tudja vizsgálni, viszont egy nagyon hasonló anyag, kinézetre, ízre, szagra, bűzre, funkciójára, mindenre tekintettel, azt meg lehet venni. Az ezzel a nagyon nagy probléma, legalábbis én nekem, van akinek ez nem okoz problémát, és ennek nagyon is örülök, hogy eléggé szór az ára, tehát 15 000-től 20 000 forintig árulják a fél literjét. Tehát az a mennyiség, amit én itt most elhasználtam, az mondjuk 15-20 000 forintnak felel meg. Úgyhogy aki ezt ki tudja fizetni, annak ez természetesen nem probléma, ott van hozzá leírás, használati útmutató, szép borító, minden, ami kell, ezt meg lehet vásárolni. A következő kérdés az pedig az, hogy miből készül, mert akkor más is előállítja. Ez odáig, amíg bele nem teszem a rovarölőszert, ez odáig élelmiszer. Élelmiszeripari alapanyagok, valamint élelmiszeripari adalékanyagok. És hogy konkrétan mi ebben vannak monoszaharidok, poliszaharidok, van benne tartósítószer, mert az első éve nem raktam bele és megpenészedett, tehát annyira idézőjelben bio a dolog, hogy meg tudott penészedni. Van benne egy pici tartósítószer, valamint a csali anyag az egy nagy töménységű aminósav, fehérje. És akkor, hogy hol veszem ezeket? Ezzel az a probléma, hogy ez az aminósavon kívül mindent meg lehet itt vásárolni Európába. Ez az aminósav, ez viszont Kínába, Indiába gyártják. Úgyhogy ezt onnan kell beszereznem. Sajnos csak nagy mennyiségbe tudom beszerezni. Itt a nagy mennyiséget úgy értsétek, hogy olyan mennyiség, ami nekem bőven sok egy vagy két évre, ebből adódóan ismerettségi körben ebből kerül még felhasználásra. És a másik, ami nagyon fontos, hogy a postája az brutálisan drága. Tehát ne úgy képzeljétek el, mint mikor az eBay-en, vagy Amazonon, vagy
bármilyen ilyen rendelős oldalon Kínából megrendeltek valamit, és másfél euróért itt van a termékkel együtt postaköltség nélkül, tehát itt nem. Tehát itt több száz euró ennek dollár egyébként, több száz dollár ennek a postaköltsége, mire ide jön. Úgyhogy ja, tényleg megkérek mindenkit, hogy fogadja ezt, akceptálja ezt a dolgot, amit az előbb elmondtam, mert nem nagyon tudok más tenni. Tehát sajnos a mai világban én nagyon szívesen segítenék bárkinek, nagyon szívesen rendelkezésére is tudnám bocsájtani. Természetesen, mivel nekem pénzbe kerül, ezért ott is pénzbe kerülne, de a mai világban nekem nem hiányzik az, hogy bármilyen hatóság nekem a nyakamra járjon azért, mert 5-10-20 ezer forintért én eladtam valamit. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy ezt megértitek, vagy nem, de akkor is ez van, nem tudok ezzel mit csinálni. Na, elmostam a permetezőt, és elvileg ennyi dolt, mert azért be is kéne száradnia ennek az anyagnak, úgyhogy nézzük meg, hogy néz ki. Igen. Hát nem tudom, vissza fogja adni, de látjátok azokat a fényesebb foltokat? Itt. Tehát az a beszáradt anyag. Oda is ment egy csepp. Ott van beszáradva. Aha. Tehát ez a cél, hogy legyen egy ilyen összeszáradt, de koncentrált anyag. Talán még jobban látszik. És nem kell terébe fújni, tehát ne aggódjatok, hogyha nem minden levél ilyen. Ez egyáltalán nem probléma. Tehát ott szépen látszik, rajta van. Nézzük meg egy másik fát is. És akkor itt egy másik fán, itt is azokon a leveleken, amik megkapták az anyagot, azok szépen itt vannak. Ez tökéletes. Úgyhogy meg is vagyunk vele, gyorsan megy, és hatékony is. Remélem, de hát majd össze meglátjuk. Tavaly ugye már nem volt egyáltalán kártételem. Tavaly előtt viszont, mint látjátok a csatornámon, vissza tudjátok nézni a videót, igazából 100%-os elhullás volt. Na, hát akkor nekiindulunk a dióburok létszezonnak. Sziasztok!